Hello, srácok, én nem vagyok, ez pedig itt egy újabb tarkos videó. Ebben a videóban Peacekeepernek a küldetésével a Bad Job Part 1-jel fogunk foglalkozni. Feladatunk, hogy rendet kell tennünk Shoreline-on. Ugye Peacekeeper próbálják fenntartani a békét, és különböző antennákat telepíteni, hogy jobb legyen a kommunikáció, kirakni kamerákat. Na már most a szkeveknek ez nem annyira tetszik, és folyamatosan szétbarmolják az antennákat, vagy ugye leverik, vagy ellopják a kamerákat. Ezért Peacekeeper arra kér meg minket, hogy mutassuk meg a szkevetnek, hogy ez egy eléggé rossz ötlet, ezért meg kell ölnünk 10 darab szkevet valamilyen hangtompítós M4A1-jel, ADAR-ral vagy TX-15-tel. A három fegyver közül a TX-15-öt már ki is lehet kukázni, hiszen ennek a legdrágább az alapváza, még megépíteni sokkal drágább, mint a többi fegyver, szóval ezt felejtsétek el. Persze, hogyha van nálatok, vagy nagyon gazdagok vagytok, akkor mehettek is ezzel. Hogyha olcsón akarjátok megúszni a dolgot, akkor vagy egy M4A1-et, vagy egy ADAR-t választotok. Magán az átépítésnél amúgy a legdrágább része az a hangtompító lesz, hogyha nem figyeltek oda. Hogyha odafigyeltek, akkor például KAC hangtompítókat vesztek, azok jelenleg a legolcsóbbak. Ugye ezeket free marketen tudjátok csak megvenni, és valamikor akár 20 000 alá is beesik az áruk. Jelenleg pedig során belül sajnos nincsenek ilyen SCAV pontok, ahova az ember lefekszik, és akkor jönnek folyamatosan a szkevek. Egy ilyen pontot találtam ebben a vályban, az pedig itt van. Hogyha ide lefeküdtök a toronytól, ugye jobbra, akkor a szkevek a customs-ös kiárat felől folyamatosan jönni fognak ide, és egy körön belül is meg tudjátok csinálni ezt a küldetést. Vagy ugye ott az a lehetőség, hogy folyamatosan mozogtok, fix helyeken tudtok szkeveket tölni, ugye a sniper szkevek, a régi Rock Passage-es kijáratnál, vagy ugye a Pumping Station-nek a tetején, ezek a szkevek fixen ott vannak, szóval itt is tudtok haladni a küldetéssel, és hogyha persze mentek tovább, akkor nagyjából már tudjátok, hogy hol vannak azok a helyek, ahova beillethetnek a szkevek. Arra pedig figyeljetek oda, hogy néha a küldetés beszokott bugolni, szóval hogyha megöltek egy szkevet egy hangtompítós M4-jel vagy egy ADAR-ral, akkor nézzétek meg, hogy számolta a küldetés, mert valamikor sajnos hangtompítóknál, tehát egy-két hangtompítónál nem számolja be a killeket. A küldetésről pedig röviden ennyit, én köszönöm szépen a figyelmet és találkozunk a legközelebbi videóban.